Az a helyzet, hogy még egy falat Big Mac-en van, én azt megeszem, addig mondjatok valamit. Oké, akkor én most bedobom azt, amire a kedvenc klipemet tudtam köldözgetni mindenkinek össze-vissza. Ha valaki követ Twitteren, ha nem, akkor kukac Alexovics! Tehát, hogy a... Ez probó! De kell ilyen is, azért milyen régóta fáradtunk már ennyire. Egyébként igen, tehát Ryan azért meghozta az elfáradást. Jó, megfajtott a látjátok? Azért egyszer lehetne ebből a dalból egy ilyen hosszított verziót csinálni. Ryan minden mondatot kétértelmű. Haragud. A rózsaszín osztrigabár óta nem tudok eltekinteni attól a mondataitól, hogy igen, tehát ezektől. A viszontlátásra. Én nem tudok kitekinteni, mióta bementem. Neki egy csícsbe. Jó úr. Na szevasztok. Ryan, hallod, ezekkel a poénokkal inkább ülj le. Amíg tud. Amikor találkozunk, és akkor is, szia Alex, szia good like, itt vagyok a pláza közepén. Előtted. Előtted. Ez a 63. találkozásunk. Tudod, és akkor így 60. Előveszem a kis, a izémat, Evernote-os neteszemet, pitty, akarom mondani, 74. Ja, 74. típusú találkozások. Na jó, ez kezd nagyon rossz lenni. Szerintem. Nagyon érdekes témát találtunk ki. Igen. Ajaj. Nagyon érdekes a téma. Igen, igazából az van, hogy nem találtunk ki témát. De mert, good like találta ki, mond good like. Ja, Marci, mondja nyugodtan. Nem, Marci még mindig nincsen itt, próbál Kressz tanfolyamon átvergődni, és eddig csak 4 nyugdíjast kent föl a tanulóvezető kocsinak a motorház tetejére, tehát ilyen Bob Marley soundtracket kellett volna alá nyomatni, amikor kérdeztük, hogy Marci. Igen. No woman, no cry. Vagy a ladánybenének, tudod, ez a arasztaszív, örökké dobok. A dzsigátadá! Tudod, és kell elkezdeni nyomni a Marci áttérbe. Marci, haló, podcast elkezdődő. Pillanat! Kiteszem a lelkem, hogy óvatosan utaljak arra, hogy az ország legjobb... Hát, cukrászdának lehet ezt hívni, nem is tudom. Na mindegy, ott csinálják a Szigligeti vártövébe a legjobb fagyikelyheket. Tehát azt képzeljétek el, hogy fagyikehely, bemész valahova, kapsz ilyen 30 dekányi valamit. Itt kb. Egy kilónyit kapsz, a fagyi az ugyanúgy egy olyan 20 dekás, mint a 30 dekás fagyikehelybe, viszont az összes többi az friss gyümölcs. Hmm. És oda mentünk, szezon vége van, nincs friss gyümölcs. Éppen azért bevertem 2 süteményt. Viszont az üdítőjük még mindig jó, a szörpjük. De ez valami házi dolgokat, házi termékeket kínálgató cukrászda, vagy ez mi egyébként? Nem, ez egy teljesen hétköznapi cukrászda, akik ráálltak a fagyikelyhekre, és úgy teszik különlegessé a fagyikelyhet, hogy normális áron telepakolják gyümölcsöl az egészet. Tehát, hogyha te megveszel egy fagyikelyhet, abban kb. Fél kiló gyümölcs van. Attól függően, hogy éppen mit eszel. Fél kiló, az kicsit sok, nem? Nem. Ez ilyen képet keresni. 500 ilyen gram gyümölcs, azért az húzós, nem? Mármint, hogy így tök jó, csak hogy akkor hol a fagyi? Vagy így nem tudom, megeszel egy kiló valamit? Azért az durva. Már, tehát annyi fagyit nem kapsz hozzá, tehát a fagyi az nem arányosan növekszik vele. Aha, tehát nem az, hogy leülsz és olyan másfél kiló ilyen cukorbomba, tehát ilyen instant diabetes. Nem. Én arra gondolok, hogy ez ilyen fagyiskehely maffia. Tehát, hogy ugye másfél kiló mossák gyümölcs... Mossák a fagyit. Igen, tisztára. Ez a fagyi mosoda, és a fagyi mosodában, ami illegálisan működik, ott mossák, és akkor azért kerül bele ennyi gyümölcs, mert utána meg majd mehetnek hozzád, tehát mit tudom én, megcsinálják a fagyidat rendesen a fél kiló gyümölcsel, és akkor tudod, még így visszaszólnak, hogy te majd én is kérek valamit. Igen, egyszer talán eljön az a pillanat, de lehet, hogy el se jön. Kérek én is egy szívességet. Most kaptál tőlem fél kiló gyümölcsöt, de Lali,
lehet, hogy legközelebb meg kell kóstolnod a zserbót is. Tehát, hogy valami ilyesmi, nem mondtak ilyet neked? Tehát így, vagy nem volt ilyen Marlon Brando-sa? Mennyivel tartozom? Most semmivel. De ja. Majd egyszer én is kérek valamit. A család rendezte. És milyen család? Tudod, és akkor így nem tudom, milyen család. És a legszomorúbb, a fagyikeljes család. Hogy nem találok képet róla. A fagyikehelyről, vagy a családról? A fagyikehelyről. Mert a családról nem találsz képet, az elég ciki, hát menj körbe a lakásba, azt fotózzál körbe. Tehát, azért az nem egy akkora, Lali, most ezt is nekem kell elmagyaráznom, azért ez nem egy akkora, hogy valami. Nem bánom bűnöm. Ha nem jóját, pedig régebben találtam róla mindig képet. És mindenkinek, akinek átküldtem, azt mondta, hogy úristen, mondd meg, hogy hol van ez a hely. És pont most fogok beégni. Amikor még időben ideértem, pedig nem számított rá senki. Ugyanúgy, mint a spanyol inkvizícióra. Na de hagyjuk a live googlizást. Egyébként mi volt ez a hirtelen felindulásból elkövetett hévíz? Két hétig ügyeletben voltam, és annyira tele lett a hócipőm, hogy a barátnőm azt mondta, hogy el kell mennünk pihenni. Én pedig nem tudtam ellenkezni, mert már annyira nem volt erőm. Aha. És elmentünk egy zseniális településre, melynek neve hirtelen nem jut eszembe. A neve nem publikus. De a család. Publikus. A család uralja azt a területet. Ja. Akkor kiderül, Lali, ilyen durva, ilyen magyar vendéglátó maffiába így belekeveredett, és nem értette, hogy... Nem, hogy... Ő szerintem nem a vendéglátóban van, ő csak a fagyikelyhesben van még, ja, mert ugye még el, kell érnie, el kell érnie a csülökcsárda étkezdének a bizalmát. Tehát... Jani Bá az öreg keresztapa a csülökcsárdába, aki az egész magyar vendéglátó maffiát uralja. És akkor tulajdonképpen ő... Tehát azért van az, hogy például, mit tudom én, ilyen random szalmonella mérgezéseket kapnak az emberek, mert Jani Bá elrendeli, nem? Tehát, hogy igen. Senki nem olyan hülye, hogy kinhagyja a virsit 40 fokon. Lefikázta a krumpli paprikást. Nem, és akkor így nem mindenki... Nem ennyire szörnyű a helyzet, mint ahogy átélitek. Nem, tudod, pedig, mikor így mondja, hogy hát nem annyira ízlett ez a gulyásleves, és akkor tudod, így a világ csattanásai. Én nem ilyen burítók. De nem, egyszerre csak tudod, így mindenki elhallgat, így az izék is abba adják a csattogást a villák meg a tányérok, és közben így rögtön az asztal repül, közben lövöldözés jobbról, balról. Kicsit szabad a fantáziám mostanában egyébként. Ja, azt hiszem, túlreagáltuk ezt a kelyhes témát, nem gondolod, Alex, hogy igen, a valóság ennél lehet jóval egyszerűbb, rá. Hogy van egy cukrászda, ahol egyébként raknak gyümölcsöt is a fagyikehelyben. Tehát volt nektek ilyen, amire így azt mondtátok, hogy felnőttként kipróbáltatok, és faj lett a vége? Tehát, hogy inkább ilyen kicsit kesernyésebb emlékként éget bel aztán a tudatotokba? Hát persze, kiskoromban, mondjuk ez nem film, kiskoromban kipróbáltam kiskoromban, hogy már értettem, hogy miről van szó, kipróbáltam a Duke Nukem 3D-t, és aztán, és arra azt mondtam, hogy ó, wow, aztán kipróbálom most a Duke Nukem 3D-t, és így ó, wow, de mondjuk ez pont egy rossz példa. Mert? Alex megértette a lényeget, Alex az témához illik. Hát gyerekek, hát miért be olyan rohadt nehéz? Hát össze-vissza mondogatod a mondatokat. Tehát figyelj, megfogod. Terünk, Alex, itt vagyok, meg. Tessék, itt vagyok. Hát ott harcoltam a Vietkongoknál, éppen az arab határokat szeltük át, amikor megszólítottam egy arab kislányt, hogy amúgy szarul látok, és kit kell lőni. És amikor azt mondta, hogy az amerikaiakat, akkor nem hittem el, ezért lelőttem az oroszokat. De, azt hittem a kislányt. Elég szadista történet. Én is azt hittem. Nem, őt nem lőttem le. Tehát nem az olasz kislányt lőttem le, hanem az oroszt, mindegy. Egyébként nem is olasz volt, milyen? Arab volt, nem? Ja, Ausztria. Igen, egy kicsit már nem emlékszem, mert nem láttam, tudod, és ezért nem láttam, hogy kisfiú volt, hanem öreg ember. Tehát a határa mentünk át, amikor az Indiana Jones-os lengőhídon muszáj volt átküldeni a Vietkongokat, mert mi nem mehettünk át, mert nekünk megtiltották, főleg a rossz szemem miatt, még van egy ilyen kártyám is, hogy pirosban parkol. Pirosban?
A nagy jogsis, pirosban parkolás, igen. Dobják, mondtam. Kétszer kimaradt a dobásból. De egyébként az volt, hogy Alexnek elég egy szót mondani, és hatalmas nagy történetet kerít belőle. De nekem ez nem pedig... nehéz. Nézd rá valamire, mondjuk itt ez a pohár, akkor rögtön csinálsz egy mondatot belőle, hogy akkor még a pohár alján izé volt, vízkövesedés volt, mert nem tudtuk meginni a vízünket, mert egyfolytában lőttek a Vietcong, és kilőttek az ablakon, és ezért nem tudtam inni. Mondjuk a Vietcongok visszatérő elemei, tehát akár a szobádban, akár Olaszországban vannak. Igen, visszajöttem Magyarországra, de jöttek a Vietcongok. De... Ezek a Vietcong rohadtul eltévedtek, valaki igazítsa már útből őket, mert hogy a szobádban mit kerestek, mik adják, de hogy Olaszországban. Egyébként pedig akartok még valamit a nézőknek mondani? Alex, bármit? Hát én akarok. Nagyon fáradt vagyok, úgyhogy hát mondj csak nyugodtan, ne fogd vissza. Bemegy a Sánta faszi a boltba. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Felpesgetted az embereknek a vérét erre. Na, csak annyit akartam, nem akarok mindent elmondani, csak annyit, hogy így szombaton ugye nem voltunk az Alexnál, és hát ugye a videókról ismerhető Alexnak az a kicsit szegényes média birodalma, ami ugye a szobájában van, tehát az egy főre jutó plazma tévék száma 3, tehát hogy... Lehet, milyen plazma, minek mi? Vagy LCD, az annyira 2010-es évek. Tehát olyan, hogy három, Alex körbe van így véve ilyen 4K-s tévékkel, meg minden LCD-kkel, meg minden búbánattal, és így videót vágott egyszerre 9 monitoron, nem volt neki elég, és akkor, hogy hát hadd játszunk már egy picit akkor a másikon. Amíg én már a videóval dolgozom, tehát ez jó csapat egyébként. Igen, dolgozott, és így Alex izé így eltűnik, bemegy a WC-be, és egyszer csak kihoz egy izé 94 képátmérőjű LCD TV-t, lerakja, azt hiszem ez még jó, és bedugja, tudod, és így honnan, mondom mi, ez ott van a WC-be? Pillanat, hozom a töltőmet, mert mindjárt lemerül a telefonom. Jó, én addig elszaladok WC-re, váljatok meg vele, mert... Te, és akkor... Hát az igen, gyerekek, a hivatalos reklámszünet a podcastben, ilyen még nem volt, szóval az egyik telefontöltőjére, a másik pisilni. Alex, nem akarsz kimenni kis kajáért, de tényleg. Várjál, én itt vagyok! Jajjál már! Kattints a linkre, és iratkozzál fel a Geekbox csatornánkra. Sok szeretettel várunk vasárnaptól. Gyakorlatilag két-három naponta komoly, igazán nagyon-nagyon komoly tartalmakkal. Igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból, és kösz, hogy itt voltatok, nektek is srácok, Ryan, neked is külön. Ryan, neked is külön, hogy itt voltam. Hallgattam rádiót a múltkor, és ilyen, és én rájöttem, hogy ez ilyen, tehát mit tudom én mondja, hogy ilyen rádió, alatta, ilyen rádió. Igen, tehát hogyha ilyen rádiósba nyomnánk, akkor így, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. De kajak, most így, iratkozzatok fel a Geekbox csatornára, ahol minden nap durván jó videók! Alatta ilyen kórussal, így durván jó! Jó videók! Minden nap! A legjobbakat! A legjobbakat! Sziasztok, gyerekek! Spoilerek! Mindenhol! Na jó, oké. Kedden találkozunk, de vasárnap akkor a Geekbox csatornán várunk benneteket egy live-ra. Készítsétek a sajtos popcornt, a pilóta kekszet. A pilóta kekszet! Jó, oké. Okay. De ez így nem lehet befejezni, hogy ezt csináljátok. Hogy ezt csináljátok? Ettől még nagyobb reklám, mert ettől még fel is figyel rá az is, aki nem figyelt, és most már tudja, hogy csak ha-ha, csak vicc volt. Na menj is iratkozz fel. Geekbox. Ezért is késtünk egy picit egyébként az adás elején, mert Kaveri próbálkozott Steam-mel szenvedni. Alex kikísérte a látogatót. A látogatót, ezt úgy mondtad, hogy E.T. haza. A sötét utas. Te sutyó haza. Kikísértem a sötét utast. A sötét utas. A sötét utas.
utast, a sötét hát utast, akkor, a vasutast. Kihúztam a fülesemet. Well done, GG, VP, nem hallom. És addig, amíg nem dugja vissza, addig elkezd, addig végtelenség dumálni fog. De tényleg az annyira. Várjál, van egy nagyon-nagyon jó példám. De mi van akkor, hogyha bent ülsz egy autóba, amit egy ilyen robot irányít? Az autó defektet kap. Jobb oldalra húz a kormány, ahol van két gyalogos, és mondjuk bal oldalra meg lehajtasz a hídról. Kit fog megölni, a két gyalogost, vagy téged? Téged. Mert számszerűleg jobban jön ki. Igen. De nem ez biztos. Mondjuk ez mennyire komoly már? Hát de ez logika. Tehát ez vagy várj, megöl mindenkit, és akkor yeah! Valószínű. Robot! Robot! Ez kicsit olyan, mint a Fallout 3-ban, fogadni verni. Így jönne belőle, hogy Robot wins! Flawless victory! De mégis a mai filmes termések között is van olyan, amit szerintem érdemes megnézni, mert kicsivel több annál, mint hogy másfél órája lefoglalja az agyadat. Még mindig Tarbéláról beszélünk, remélem nem, mert akkor visszamútolom magam. Jó, mert Tarbélát nem tudom értelmezni, tehát tök jó, nagyon szép fotókat csinál képernyőn, de akkor menjen fotózni, érted? De nem várja, azok az operatőrök. Tehát... Igen. De én nem azt mondom, hogy Tarbélát kell tudom, nézni meg az a legjobb, tudom, csak Lali azt mondta, hogy bárhol mind a két oldalon megvan olyan, az előnye. Meg ha, de hát, hogy akkor menjen fotózni, és én elismerem, hogy nagyon jó fotós, de ne csinálja azt, hogy izé beállítja gyönyörűen a kamerát, érted, és akkor így ott hagyja, és elmegy a legközelebbi faluba, ami 10 kilométerre van, gyalog reggelit venni, érted, és akkor közben ott van a kamera, és így hú, és akkor sok hülye meg így belemondja, hogy ez azt próbálja meg szimbolizálni, ő meg röhög, de ahogy próbálja meg szimbolizálni, csak nagyon kellett plotyóra mennem, azt nem tudjuk a helyicsárra. De, Keveri, ennek az egész dolognak az a lényege, hogyha akarod nézed, ha nem akarod, valahogy nem nézed. Valahogy Keveri rátapított. Nem tartok fegyvert a fejedhez, hogy nézi ilyen filmeket. Én értem, de úgy általánosan, ha valami szar, akkor a jó, szar akkor amúgy... is, hogyha szar. Vagy azt mondjuk róla, hogy nem azt szar. Tehát, hogy jó, de érted? Mint a tápláléklánc, ő a nagyobb, ő megy először, az kész. Pontosan. Faterom mondogatott két alapszabályt, amikor jogosítványt szereztem. Az egyik az volt, fiam, annak van elsőbsége, akinek megadják, és ez nagyon-nagyon igaz, viszont volt egy másik szabálya is. Nagyon niga, azt mondtad. És volt nagyon niga, és volt egy másik nagyon niga szabálya, hogy a közlekedés... Nagyon-nagyon sok esetben, nem mindig ezt tegyük hozzá, de nagyon-nagyon sok esetben érdekcsoportjukban álltak, akkor megint el kellett volna gondolkodni. Van egy komment, Oliver G. Kaveri, akkor valamit tegyél ellene, civil szervezet, stb. Ne itt járjon a szád. Nem tudom, figyelted el, hogy kb. 10 perce tudtuk meg ezt az egészet. Valószínűleg az alatt, ne haragudjál már meg, hogy nem tudtam 12 perc alatt egy civil összefogást összehozni. Elég gagyi vagy egyébként, hogy így mennem. Igen. Na nekem például az volt olyan... Az király. És ez sose tudjuk. És sose, igen. Ryanair tűnt az éterben, de visszajött. Ryanair, igen. Tehát Ryan azaz R-be eltávozott gyakorlatilag. Ugye abból három rész jött ki. Ryan, jók ezek a mondatok, minden majd megszűjük podcast után visszahallgattunk, de nem fogjuk tudni így. Szóval kicsit pihi, nyom magadra teljesen egy görgőt, várd meg, hogy a pinged lemenjen, és akkor utána folytasd a mondatot, és akkor halljuk is. De nekem a imádom, és folytatja, és nem van minket. Lopják a netet. Lopd vissza. De a hangod is tök olyan, mintha így rakosgatnád vissza a gépbe a netet így a szobába, így, és akkor... Nekem a brother, és azt tetszett benne a legjobb... Tehát a lényeg az ugye, hogy mi kajak bekajáltuk, bizony, hogy hát itt hatalmas nagy történetek lesznek, és az ebédszünetben elkezdtük bontani ott az egyik falat, egy ilyen mészkőfalat, egy ilyen nagy focipálya mellett, és amin ugye tele volt csiganyállal, hát ugye a csigák arrafelé közlekedtek. És mi azt gondoltuk, hogy iszonyat gazdagok leszünk, nem tudom egyébként, hogy terveztük, hogy mit fogunk majd a kővel csinálni, vagy hogy fogjuk belőle kinyerni, addig már nem jutottunk el, de azt csináltuk, hogy beruhantunk a suliba, kipakoltuk az összes tankönyvünket, és telepakoltuk az általános iskolást, tudjátok, ezt a klasszikus, ilyen kemény oldalú, igazán jól pakolható menetfelszerelésekkel táskát, és teletoltam mészkövekkel. És
Hát amúgy sem könnyű a táska, így meg aztán még húzósabb, és konkrétan az történt, hogy nagyon-nagyon izzadva, alig jártam a lábamon, és anyám mellett kullogtam hazafelé. És akkor anyám mondja, hogy tudod, így rám nézett, jaj, szegény kisgyerek, tudod, milyen sok tankönyv van benne, milyen izé, nehéz lehet, és így megfogta, így le akarta venni a vállamra, és így rendesen így oldalra dőlt, tudod, a súlyba. És mi a büdös franc ez? És akkor így lerakadta velem a táskát kintott, és meglátta, realizált, hogy a tankönyvek toltartó méregdrága cuccok helyett tele van mészkővel az egész táska. Hát most így képzeld el, ez meg mi? És elkezdte kipakolni, és én egy orbitális nagy zokogásba törtem ki, hogy a jövőmet elrontod. Hogy lehet ilyen egy anya, hogy tönkreteszi az egész jövőmet, az aranyat kipakolja, hogy holmi hülye toltartókat, meg könyveket hazavigyünk, és aztán ott hagyta, és elhatároztam, hogy visszakommandózok, de tudja, amilyen egy másodikas gyerek 20 perc séta után már teljesen más dologba törtem a fejemet. Gyakorlatilag, de nagyon-nagyon sokat adott vissza, az pedig a Leap for Speed című autószimulátor. Leap vagy Need? Alex? Leap. Elefes. Leap. Aha. És voltam olyan szerencsés, Leap? Hogy... Igen, Leaf? Hogy a korunk nagy pályaversenyzős emberével is szembeszállhattam. ez annyira magas nap. Ez olyan, mint Lali, hogy igazából teljesen mindent, mit mondasz, ami megmaradt, az vagy. Tehát, hogy innentől kezdve akármit mondasz, hogy hívják téged, Bali leszel. Tehát ez, Lali mindig mondta, hogy ő Lala, nem baj, ő Lali, és kész. Tehát ez már itt nem alkú tárgya. Egyes ilyen volt, azt is eljátszottam. Ez hogy pont jól eltaláltad. Egyébként néha Laller, tehát... Laller, meg én már hívtam Lallington, Laller... Azt hogy szültél, azt magyarázd meg könnyen. Nem tudom, nem tudom. Néha Wellington bélszínből, nem? Lehet, marhelyes volt, fogyózott, tudod, és így mégse hívhatott tükör Lallinak, izéval, sonkával. De van ilyen bor is, nem, hogy Wellington talán, és akkor így Alex, hogy fogja a nagy üveg bort a kezébe, tudod, Lallington, would you like a Wellington? Ilyen podcastben ilyen fizetett reklám, Lallington bor. Tudod, így telekizegszészhetsz. Ettől legyen tableton, részeg. Tableton mellé a Wellington a legjobb. Igen, a tableton az ilyen tablettás bor. Na jó. Igen, tehát az a Wellingtonnak a lóbozsot verziója, a tablington. Tablington, na jó, ez egyre durvább lesz. Nekem mesélték, nekem egyébként, nem tudom, hogy melyikőtök szokott gyakran beszélni álmában, de egyébként van egy nagyon jó alkalmazás iOS-re is, meg Androidre is. Tehát ez így működik a háttérben, és csak akkor kapcsolódik be, hogyha eléri azt a decibel szintet, meg a hangodnak a frekvenciáját. Tehát így kell bele beszélni egy darabig. És akkor másnap reggel lehallgatod, hogy jó, de jó, mit dumálhattam iszak, és ennyit hallasz. A tévét is vidd! Van egy sülistársam, akinek egyébként úgy lopták el a tévét, amikor ott volt. Igen, tukancs bele a szájából, lesz a soknál. És a táskát is köp bele! Oda dörgöldöm a gatyámhoz, tudod? Meg csak egy alatt, hogy hang vagy megtenni. Igen, és akkor az még rosszabb, fejtsd meg, hogy mi történt veled, tudod? És akkor csak annyit hallasz, hogy úristen, megcsináltam, menjünk innen, tudod mi van. És megnézed a cicsinál, és valaki beszállt. Milyen jó iOS alkalmazás ez, azt tetszik, hogy mindenről tudok, amiről nem is akarok. Hang vagy! Igen, mert általában valaki alszik, akkor úgy mész be hozzá, hogy hang vagy! Azt a kurva... De kajak, tehát így, de az lenne benne, hogy ordibálnak, tehát így, nem mert beleszállni a cipőjébe! Igen! Te is hallod, hogy se hallod? És akkor így, nézd már, nem ébred fel, hozzátok a fikát! A tejszínhab az gagyi! Az ovisoknak való! Azt mondja... Jó időben vagyunk. Húsz másodperc.
olyan leszek, mint a vidám vasárnapos rádiózás. Hülyeségeket fogok közelni veled, most nem tettek el semmit. A pontos idő 19:07. De jól erőlg itt magamba. Elindult az intro, valljál, remélem. Kaveri gudzsák a legszóvics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! 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 Csomó emberrel, akivel egyébként biztos, hogy nem ismerkedtem volna meg soha, és azért ennek örülök. Nem tudom, nektek mit adott egyébként így a videózás? Mi az titeket. A plusz? Igen, azért nem ismertük volna meg egymást soha. Azért ezt tegyük hozzá. Tehát sokkal szebb lett volna az élet. Na szóval... hogy... Na, nyugodt lett. Lettem volna, nem hívtak volna föl munka közben, hogy 13-10 perckor, hogy jövök-e pótkedre. Ott pont a könyvelési tételeken. Igen. Pedig ez még a jobbik oldala az egésznek. Engem felhívott, annyi, hogy Steve. Igen, mondjuk ez valóban. Mondom, és tudod, kocsiban ülünk, és éppen nagyon GPS-hez kerek, és mondom, hogy merre kéne menni. Alex, telefon, Szív. Hát mondom, nem csinálod ezt, hanem mondom, mondjad, Szív. De mondom, Alex, mi van? Szív. Hát mondom, nem hiszem el. Mondom, figyelj, visszahívlak, jó? Most dolgom van. Szív. Hát mondom, nem hiszem el. Igen, de mit nem értettél, Marci? Hát, hogy mit Szív? Azt hittem, hogy hogy megint a véredet, orbitális hát... magasabb tupónja lesz, mint a lefotóztam a fingomat, mert szeretlek, tudod? Na, srácok, meséljetek már, milyen érdekes dolgok történtek veletek a múlt héten. Hát, Shannon, happy three friends, Karner, Habmücke, Vekedikken. Értem, nem tudom, ez melyik nap történt egyébként. Kell ilyeneket vinni. Viszont amire én a Béla barátommal szoktam menni, arra kell hátizsákot, sátrat, hálózsákot, Béla, élelmet. Vagy... Hát mi azért most, kicsivel de miért Béna Béla? Miért Béna Béla? Nem Béna Béla. Nem Béna Béla, ti értettétek félre. Béla barátom. Nem. Ne, én azt sem mondta, hogy voltam, Béna Béla barátom. Kajakra, Jézusom. Ezt mondtad. Három ne. Szót mondtál egymás akadt után. Az internet. De. Akkor megint dadogok a fáradtságtól. Most szegény Béla ott ül és így... Okay. Remélem nem hallgatod. Nem viszem a fényképezőgépemet legközelebb. De... Igen, és akkor egyébként Lali ilyen másik podcastekben is van. És akkor ott van a izé Béna Kaveri barátom, tudod? A Béna Alex barátom, de... Nem, ez csak nyelvbotlás lehetett maximum, vagy tisztítottuk, és én nem jövök rá. Jó, ez be persze. Persze, igen, jó, nyelvbotlásra. De gondoszok vagyunk egyébként. Mi több napra megyünk ki általában ilyenkor a természetbe, és nem turistaházakban, meg szállásokon alszunk. Tehát ebben van egy ilyen kis kihívás is, meg egy ilyen kis... Nem szállodában, hogy, nem? Hogy mi még Kaveri. Ne. Ne cincáld a macska bajszát. Pedig én szoktam, én vagyok a bajusz Pedré bácsi. Ez elég nagy hangzott. Csak én szoktam így nyilván így jöntölni a macskát. Jó, most rájöttem, hogy ez hogy hangzott. Én vagyok a bajusz Pedré bácsi. Tökre elképzelek, hogy bajusz Pedrez. Ilyen az, amikor az ember a saját pofonjába fut bele. Jó, mondjuk a bénabélás nagyobb volt. El lehet gondolkozni azon, hogy az a 20% az most, nem, az most ki nekem, volt, nekem vagy alapból érdemesen. Nem volt nem szimpatikus, hogyha nem lehet valahol kommentelni, mert akkor olyan, mintha a szólásszabadság veszne el valami alatt. De miért? Miért veszne el a szólásszabadság? Hát mert nem tudsz hozzászólni. Figyelj, én írok egy könyvet, akkor te hozzászólhatsz.
Vagy csinálok egy filmet hozzá. Egyébként hozzá, persze, persze. Tehát, hogy a, hát Amazon is úgy veszek könyvet, ha veszek könyvet, hogy először megnézem, hogy egyetlen érdemes-e ezt megvenni. Na de nem az, de ha én írok, mit tudom én, egy könyvet, te megveszed. Akkor... Hozzám el fog jutni a te Amazonra érkezett kommented? Ja, hát mondjuk, ha enyém lenne a komment, akkor én biztos olvasnám. Vagy enyém lenne a könyv, én biztos olvasnám. Mindig ezt nem erre akartam mondani, azt akartam mondani, hogy egyébként... lenne a komment, és így nézegetnéd mindig a saját kommentet, és ide jót írtam én. Nem, azt olvasnám azokat a kommenteket, amik az én termékem alatt lennének. Szóval, ez izé, én ezt tudom, hogy ez izé, az durran nagyot, amikor ugye PewDiePie tiltotta. Mit olvasnál? A lóvét, ami bejön. Igen. Nem olvasnál kommenteket, Alex, ezt szerintem. Tehát, hogy, de, na, most mondjunk tovább, a lényeg, hogy... De most maradjunk már ennél, mert tudom, hogy fel fog idegesíteni. Igen. De igen, PewDiePie? Milyen Tommy? Tommy? Azt mondtad, hogy Tommy fel fog idegesíteni. Ki az a Tommy? A mosópor. Egyébként a... Hű gyerekek. Na, meséljetek, nem volt jó a karácsony, nem telt jól? 24-én kezdem én, 24, hogyha nem baj, kezdhetem. A halátusa. Menjünk sorrendben. Halátus, hát én mondom eddigi legrosszabb karácsonyomat. Szerintem 24-én én megcsináltam ebédre itthon egy halászlevet, ami jól is sikerült, finom is volt, viszont szerintem valamit elrontottam benne. Mert tényleg finom volt, mert minden. Mert belehaltak négyen. Marha hát. Igen, nem, csak majdnem én. De szerintem sikerült. Na jó, hát... nem. Én meg tudom úgy is nézni, hogy jé, tényleg, ez történt, jaj, de jó, és úgy meglepődök, pedig már háromszor hallottam a történetet. Igen, ilyen tudok én is csinálni, főleg ha jó, de ezt nem hiszem. Tehát az a probléma, hogy sehogy nem jó, tehát hogy a film arról szól, hogy van egy drog, amit a terhes anyákból vonnak ki, vagy valami olyasmi. Ami nem bullshit amúgy már alapból. Hát az, hogy van egy anyag, ami a születésünk nem tudom hányadik hetében, de ezt se hiszem el, hogy van ilyen egyébként. Ennek a filmnek van, már se hiszem, hogy azt, és akkor annyit szülnének, hogy rögtön izét állítsunk elő belőle. Nem, az ami az agykapacitás fejlődésért, de az csak ám egy hú, az igazából ám az olyan, hogy ez annyira titokzatos, azt még nem sikerült előállítani, viszont az az anyag az olyan egyébként, hogy az agyat azt úgy megtolja, akkor így megnő az agyad abba, de várja, az aztán nem működik ám sokáig, mert ez akkor nem lenne titokzatos, hanem akkor az ott csak picit működik, és most nyilván okos, agyas, jakuzák, azok hú, de rohadt okosak, tudjuk a bűnözők milyen, nagyon okosak. Na ők kifejlesztették ezt az anyagot. Nem tudom, hogy, de kifejlesztették, az nem derült ki. Ezzel ne foglalkozzon senki. A lényeg az egészben az, hogy ők rohadt durván kifejlesztették ezt az anyagot, és ezért mindenki teljes mértékben toljon maga alá, hiszen ez egy nagyon komoly kábítószer lesz. Nem tudom, hogy miért lesz nagyon komoly kábítószer, mert egy fickó röhög, mint az állat, akinek beadják, aztán lelövik. Nem tudom, hogy igazából ebből ez úgy volt... Gondold el, hogy ez lesz a leggyorsabban ölő drog. Igen, tehát... De én bele tudom képzelni a szituációba, tehát így mondtak neki egy jó viccet, de az viszontlátással, tehát hogy ennyi erővel... Nem sokkal jobb a helyzet, tehát hogy egyébként az a helyzet, hogy maga a film még rendezői, tehát rendezésben még tényleg pörgős, lendületes, látványos, tehát ilyen hibája nincsen, hogy unnád magad, vagy nem néz neki jól, vagy még a CGI is tökéletesben. Olyan hibája van, hogy bullshit faktor. Igen, és így nem tudod, tehát hogy így ülsz, és így... Igen, és nem tudod egyébként, mert hogy ugye mondták, hogy spirituális, de a film magát megpróbálja ilyen tudományos maszlagokkal eladni, viszont a végén, ugye végkövetkeztetésnek egy olyan szituációba kerül bele ez az egész folyam, amit a film visz, hogy hát tulajdonképpen a csaj ugye az időt elkezdi uralni olyan formán, hogy hát így tud benne utazni, tudja gyorsítani, lassítani. És ugye a végén a filmnek van egy egyetlen mondat, ami miatt fontos ez az egész, amit most így elmondtam, ez sok hülyeség, hogy a végén kérdezi a rendőr csávó, hogy hol vagy. És akkor már nem látod. És ott, igen, akkor már nem látod, mert pendrive-ba alakult, viszont a telefonon meg mindenhol így ott lesz, hogy mindenhol ott. Ezt a pendrive-ba alakult, és ugye, ezt nem arra, ez nem tudom elképzelni. És ugye ez a mindenhol ott vagyok, ez ugye jellemzően egy ilyen isteni entitás
formájába Balázs, helyezi bele ezt az egészet. Balázs, te mint sok filmet látott ember, hagyj kérdezzelek meg, ez ugye nem reflexió a fűnyíró embernek az utolsó pár percére? Nem tudom. Azt nem láttad, nem, vagy? Tényleg, nem, a fűnyíró embert nem látom. Hogy itt voltál velünk. Igen, kérem a következőt. Kérem a következőt. Én láttam a fűnyíró embert, de pici voltam, és rettentően megijesztett, hogy egy csávónak ollók vannak a kezei helyett. Ami úgy, amúgy nem egy ilyen tök tipikus horror, tehát hogy nem, mint nem a láncfűrész kezű, meg a... Na mindegy, is, de azt azért hozzátenni még, amit Balázs mondott, hogy itt az van, hogy a csaj, mert mondja neki, hogy a csajnak elkezd az, a lényeg az, elkezd az agya fejlődni, és a 10% egy ember, tehát, hogy ez 10%-át használja egy ember, és ő elkezdi először a 20-at. De 20-nál már olyan durva dolgokat tud, hogy így a vér, a másik embernek látja a véráramlását, meg hogy a fák a gyökereken keresztül felszívják az anyagot. Nem tudom, hogy, mert most az agyasztán valami rohadt nagy szorna. Igen. Igen, és az a durva, hogy aztán elkezd 30, meg 40, meg nem tudom hány százalék, és egyre durvább lesz, tehát a végén már ilyen majdnem széthullik atomjaira, aminél mi segít, tehát mi a józan magyarázat, hiszen az is ilyen tudományos, hogyha egy ilyen nagyon durva a sejt, akkor annyira durva, akkor már ilyen az halhatatlanságot választja. Mi van? Miről beszélsz, te idióta? Az, hogy halhatatlanságot választja. Mutasd már egy tetves sejtet, ami a halhatatlanságot választotta. Beszéljünk már úgy a sejtekről, ott a tojás. Milyen halhatatlanság? Az egy sejt, az mit választott? Túrót. Kiveszem a hűtőből, rápattintom a serpenyőre, és megeszem. Nem választ semmit, csak ott van. Mit választ az ujjamban sejt? Semmit. Megdörzsölöm, lejött egy halom sejt. Aztán akkor mi van? Nő helyett új. Tehát és így végigezzek, te jó ég. Ha befejezted a rage-et... Várjál, még mondom tovább. Várjál, csak egy apró gondolat. A tojás, mint sejt, tudod, mit választ? Mit? Hagymát, meg szalonnát. Lelőtted, én a sót mondtam volna, meg a pirítóst. és már is sokkal intelligensebb, mint a Lucy. Mert a Lucy mit választ? Annyira rohadt intelligensebb. Hogy fendrákba alakul. Ahelyett, hogy valami kajába alakult volna. Vagy valamivé, legalább egy, mit tudom én, egy új kombinóvá, vagy M3-val, vagy M3-as metróvá többet ért volna vele, mint egy tetves pendrive-val. Na mindegy. És ami a lényeg, ja, amúgy a pendrive-on a világ összes információja rajta van. Aha, oké. Nyilván rajta van, nem tudom milyen formában, Word-be. 140 csillitrella, mint tudom én, milyen hexabájtos és így leülnek. Jó tabájtos. Windows XP-t nyissuk meg. Sajnálom, csak 2 gigabájtig támogatunk. És így ott áll, és így no! Rajta van a Lucy, aki vissza... Na meg egyébként, ha megnézed... Látott, igen, tehát látott valamit az ősrobbanásnál, és nem tudom mit, mert arra nem jövünk rá, csak nagyon most el kell ájulni, a Lucy visszament addig, és aztán az ősrobbanásnál lát valamit, amitől minden összeáll neki, és hű. Na de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem ez a szuperokos Lucy hogyan tartja össze a szuper halhatatlanságot választó sejtjeit, hogy bead magának egy zacskó drogot. Nyilván. Tehát ez mindenre megvan. De egyébként... Mert fuck logic azért. Egyébként ez, hogy, egyébként, igen, egyébként ez, hogy hány százalékot használ az agyából, ugye a Lucy a film elején egy ilyen, hát egy ilyen kétes helyzetből indul, ő épp valakinek a nagyon buta csaja. És hát most gondoljátok el, tehát hogy van, hova mindenki ismer a környezetében olyan embereket, akik hát, hogy mondjam, bizonyos mentális képességekkel kevésbé bírnak. És gondoljátok el, hogy ő náluk fölpörögne ez a 10%, amit használnak az agyukból, és gondold el, hogy néhányan már képesek lennének mondatokra. pont az jutott eszembe, hogyha a Lucy az egy ilyen nagyon-nagyon ilyen buta picsással indul. Teljesen tufa volt az elején. Akkor így beindul nála, és már használom a 100%-ot, meg tudtam nézni egy részt.
a trónok harcával, és értettem, tudod? És beszórnád ezt az anyagot egy bukit szájverre, miket építenének. De tényleg, hát most gondold el, Alex, ha lenne ilyened, gondold el, Alex, ha lenne ilyened, és szétszórhatnád az avason, abból mi lenne? Tehát... Nagyon durva zombi hadsereg, akik mindenhova mennének, és így ilyen... Figyelj, nem, én rájöttem, utána. Olyan pálinka főzők jönnének létre, csak... amik a kvantumfizikából nyerik a cefrét, hallod? Tehát... Nuka kóla kvantum, nuka kóla igen, kvantum. Igen, tehát világítana a sötétben a pálinka, érted? De gondold el, hogy így elindulnának, és akkor jó napot, jöttünk dolgozni, meg fölépíteni pár dolgot, hogy nem értené senki. És ugye ez a csaj, ez a Lucy, ez azzal, hogy minél durvában fejlett az agya, már így nem is érti igazából az emberiséget, ő már annyira durván átszellemült, és utána végig átváltozik az ilyen lebotoxoltam az arcom kombó, benhagytam a hűtőben, és így nincs arcmimikája, onnantól csak ez a... Igen, lebotoxoltam, és benhagytam a hűtőben. Ugye a sztorinak nagyjából ez az egyik legnagyobb gyengesége, hogy a buta kislányból, hát most akkor nagyon szépen fogalmaztam, abból az átmenet ebbe a szupertudományos önfenntartó gyilkológépbe az ilyen egy másodperc alatt történik. Tehát tulajdonképpen csak egy fasbarugás választja el a kettőt. Hallod, én ezt nem tudtam, ez gyilkol is? Mindenki, hát, tehát olyan durva, igen. Hogy így meglövik, és aztán így simán fölkapja a kabját, mint a mi se történet, de azért elmegy egy kórházba, és így bemegy. Ilyen. Az az első, hogy kinyírja a beteget. Ja, de nem az az első, először oda megy a röntgen felvételekhez, meg a CT-hez, és így ő előre látja, hogy így mi van, de akkor még nem tud, oda megy, lelövi a beteget, várjátok össze a sebemet, lövi ugye, lenyomja az ágyról, mi van már, úgyis meghalt volna, mert nem tudom milyen trombocitái, így meg úgy, meg amúgy. Ja, Lucy, bocs. Igen, és akkor most már megmenteni sem érdemes próbálni. Igen, de két perccel előtte még az életéért könyörgött egy ilyen agyon tetovált jakuzának, érted, aki utána hasba rúgta, tehát így nincs összhangban a kettő. Van, de várjál, ezt így nem értem. Tehát ilyen kis csaj, jippi-juppi, és akkor átváltozik egy ilyen, úgyis meghalt volna. 10 év múlva előtött volna egy busz. Tudod, és az a kurva, hogy a Lucy, ahogy megy a film, és fejlődik Lucy agya, egyre inkább szimpatikusabbak a jakuzák. És annak szurkolsz a végén. Á, ez is a szinte már tényleg, figyelj, tehát a legdurvább pillanat, amikor érted, ez a több éves Counter-Strike-os múlt visszaköszönt, érted, amikor a csaj ment, és a falon át lőtt el a jakuzákat. Tehát érted? Ja, és akkor már csak azt kellett volna, hogy alá kellett volna vágni a sikítozó gyerekeket a mikrofonba, hogy fuck you, fuck you! Megy a csaj lövöldözik, és akkor egyszer csak így kírja a képernyőre valami, hogy izé, what's band? Igen, hogy... Igen, Lucy. És így ott rage-el, Lucy, lecsukja a laptopot, az anyádat, és kivágja az ablakon. Igen. És aztán eltlát valakit, aki úgyis meghalt már volna, tehát... Igen, Lucy egyébként egy 99-es szintű paladin volt, csak ezt nem lehet beírni. De én nem tudom, ez, hogy így látta, hogy kinek hogy folyik a vére, azért mondtam, hogy ez ilyen Google Glasses reklám. Tehát, hogy most azért, mert valakinek már hú de hiper agya van, miért kell látni a vért? Tehát, hogy attól még a szemed fizikailag ugyanúgy működik. Nem, de nem, a hülye vagy, Alex, nem érted, no. Ez nem ugyanúgy működik, jó? Úgyhogy ne is szóljál be ebbe a filmbe, mert ez annyi, mert hogy hívták azt a fickót, nem Samuel L. Jackson, hanem melyik a másik? Morgan Freeman. Mert Morgan Freeman mondta, jó? Tehát ő hogyha hamarabb szólsz, akkor nem is szólok, tehát most, hogy tudom, hogy Morgan Freeman mondta. Igen, én kéne csinálni egy ilyen mémet, hogy így ilyen iszonyat nagy hülyeséget fölírni, és így trust me, tudod, és így Morgan Freeman mondta. Igen, hogy valaki kiír egy hatalmas nagy hülyeséget, és így írják, hogy bullshit, akkor alátod egy mémet, hogy Morgan Freeman mondta. Vagy csak írja, hogy Lucy, get no scoped. Ne, get no scoped! Get wrecked! Jó, igen, és akkor írják egyébként még, lehet Attakuva csatornája írja, hogy és a pendrive-on cséhekek lennének. De kajak, de ez a pendrive-ot is, de mi az, hogy a faszi átalakult? Tehát ezt így nem tudom elképzelni, tehát így beszippantotta a pendrive, vagy...
Nem, egy csaj, ugye... Így az AVG vírus talált, és így beszimpatott a gyereket. Föltelepített egy patchet, az életpatchet föltelepített. Nem, nehéz ezt elmagyarázni. Lucy elkezdte használni az agyát, és aztán amikor 100%-hoz elért, vagy 90-valány százalékhoz, akkor elkezdett visszamenni az időben. Mert ez olyan logikus. Igen, nem szólalok, te az... Igen, az a durva, hogy ugye a tudomány mai állása szerint visszafelé az időben nem lehet menni, de ez nem zavarta meg Lucyt, hiszen ő az agyával, ami ugye húsból van tulajdonképpen, meg egy halom más dologból, ő ilyen dolgokat tudott csinálni. Én végülis úgy értelmeztem ezt a filmet, amit egyébként kommentben is itt írtak, hogy Lucy igazából bement valóban nagyon csúnyán bekarmolt, betépet, és aztán túladagolásba meghalt, és ezt az egészet csak halúzta. Úgyhogy én így értékeltem egyébként. És az a durva, hogy egy csomó tök jó ötlet van a filmben. Tehát például van az, és az ilyen waste egy jó ötlet? Tehát, hogy ilyen, igen, olyan jó lett sajnos volna? Ja, ja. Tehát, hogyha ha olyan lenne, mint a taxi, amikor így ninja, néha bejön valaki, és ilyen elpoénkodja, akkor azt mondod, hogy de jó ez a film, mekkora hülyeség. Igen, mert hogy nincs komolyan gondolva, és akkor már tök vicces meg minden, meg epic meg. Így van. De nem ez van, hanem így Morgan Freeman. Az agyam is, a jövő is. A mert hogyha nem Morgan Freeman játszotta volna, mint a kinenés kell, akkor... kinenés kell, akkor ők mondták volna ezt, akkor csakra azt mondom, miközben villany szereltek az egyik vagy boltban. Ez a film, rájöttem, ordított Adam Sandler szerint. Esküszöm, jobb lett volna, tehát hogyha a Morgan Freeman is benne lehetett volna, csak néha elfingja magát Adam Sandler, akkor megmentette volna. Nem, egyébként szeretem, meg tényleg olyan, hogy működik, jól működik, gyorsan működik, úgy működik, ahogy neki kell, nem lehet rá szoftveresen panasz, csak egyszerűen nekem ez a hatos, ez egy olyan telefon, ami... Hogy mondjam nektek, olyan, mint hogyha nem lenne a kezedbe, tudod, és amikor elrakod a zsebedbe, egy mit én autóban ülve, elrakod a zsebedbe, és attól félsz, hogy most hajlott meg, most törte. Én biztos, egy autóban ülve én biztos, hogy nem ettől félnék. Igen, ez két érzékeny témát feszeget egyszerre, Marci, csak óvatosan. Jaj, tényleg jó, most esett le, oké, és bocsi, kicsit elmaradtam. Ezt nem az zsebembe szoktam, nem mindegy. Szóval, hogy... Szóval, olyan nagyon vékony, nagyon pici, nincs az az érzetet, hogy a kezedben van valami. Hanem az van, hogy... Ja... Van. Ez azért sokakkal fordul az életben. Na jó? Jaj! Ezt beszéld meg magaddal akkor innen ezt a témát, mert... Csak a telefonnál jött elő. ez a kérdés nálam. Hát, hogy túl kényes készüléknek érzed? Túl. Mint hogyha valami nőies valamit fognék a kezembe, jó, nem folytatom ezeket a mondatokat, kész, elég, na, kész. Marci, ezt gondoltak még egyszer. Szerbusztok, kedves podcast hallgatók, ez itt a 79. podcast írtó profi elindítása. És ismételtem velem van Good Like Lali, Alex és... Baljál... Jaj, az de helyzet, szemét vagy! Nem balúzunk. Balást elkezdtük balúzni, mert ugye ő aránylag új még a podcastben, és akkor kérdeztem, hogy akkor most hogy hívjunk. Ugye ez ilyen napközben WhatsAppon ment a kommunikáció, vagy nem is Facebookon. És mondtam, ugye nem baj, hogy Balú, hogyha balúzlak, mert akkor ez az új indián neved, mert sokkal könnyebb, mint simán balásozni. És mondta, hogy nem. Tehát, hogy balúzni semmiféleképpen. Na jó, de hogy miért nem? Azt is mondd meg. Igen, mert azt mondja, hogy a 40 éves anyukájuknál lakó állástalan, majdnem hajléktalanokat szokták balúzni. Amit... Igen, azért legszerencsétlenebb embereket, tehát akiket szokták mindig balúzni. Na most az van, hogy van egy kollégám a cégnél, akit balúznak, és korán sem szerencsétlen, és korán sem az anyukájánál lakik, tehát egy középvezető, úgyhogy nekem... És nekem a kivétel erősíti a szabályt. Igen. Ami egy félrefordítás eredménye, tehát egy nagy hülyeség tulajdonképpen. Jó, ezt hát... Ezt nem mondjátok Balázsnak. Balázs, akkor mondd, hogy ugye te mondtad, hogy volt különböző fogyatékos nick neved. Így van. Tehát mesélj erről egy picit nekünk, hogy... Hogy melyik a nitro hát és melyik az intro? Aha. Nem, az úgy történt, hogy mindenki, amikor elkezd valami ilyen netes tevékenységet folytatni, akkor válasz magának egy nick nevet. És hát én ilyen nagyon szerényen elsőre az Intrudert választottam. És aztán mondták, hogy ez annyira gáz, hogy legyen inkább Killer.
De aztán nem lett, és akkor ragaszkodtam a régihez, és így rövidültre intróra. Intróra. Hm. Igen, úgyhogy legyen az, mert azt ismerik többen. Mind az 56 ember. És akkor melyik a nitró? Nem fogunk intrónak hívni. Nitró az nem volt. Nem, tehát... Az az autójában volt. Akkor hívjatok, akkor hívjatok Balázsnak, de ne előbb bozzatok. Előbb szúrnám hason magam, mint hogy intrónak szólítsanak ebben a műsorban, mert a következő már csak a Patyi 997. Tehát... Van, pistiket, nem, de akkor pistiket, 2, 3, 4. Tehát legyen az intró, meg az outro. Igen, és a műsor vége fel már outro lesz. Nem. Engem mindentől csak Hun Marci 1997-nek hívhatok, jó? Így van, jó. Vagy az is jó, ha az e-mail címemet használod. Jó, nekem akkor Csomi Papi 1984, így hívjatok, jó, ez lesz. De csak ilyen szigorúan, ilyen röviden. Igen, és akkor ez, tudod, előkerülnek ezek az írtógáz e-mail címek, hogy Nagy Bráni kukac citromél. Persze, Nagy A kukac citromél.hu. És a legrosszabb, amikor elmész egy állásinterjúra, és így az önéletrajzodra ezt írod rá, hogy cicafogó 42 kukac citromél. Tehát, hogy nem elég, hogy már az ele is gáz, de akkor még egy citroméles e-mail címmel is képes vagy odaállítani. Így van. A legjobbak egyébként azok, akik e-mail címbe az életkorukat írják be. Igen, meg a jelszót. Így van. Balázs ezen a héten is megölt egy új autót. Nem új volt, nem új volt. Az e-mail címed az volt, hogy Car Destroyer, nem? Na jó, van, ne hagyjuk ezt. Tényleg váltsunk témát, ez senkit nem érdekel. Tényleg Balázs, nem vagy képes venni egy igazi autót egyszer? Mondom, most húzd a vonalakat. Na, szóval. Veszel egyébként egy Suzuki-t, egy simán egy Suzuki-t, ha azt tönkreteszed végül, és nincs is akkora probléma. Vegyél egy Vagonert, hello, azt 500 jó, de a Vagonert... Vagonőr pozitívnak tehát hívják. Figyelj, a Vagoner, tehát a Vagoner az pont akkora, mint én. Az így nem kényelmes. Igen, kiveszed a hátsó ülést. Hát minden. Mindkettő, igen. Tehát tulajdonképpen ugye ezt 6 kis japán emberre tervezték, te konkrétan elférnél. Igen, tehát én egy... Igen, én akkora vagyok, mint egy japán család. Jó, ez gonosz volt azért magaddal szemben. De figyelj, ebben a méretben már cukik az emberek, tehát a kék. Igen, nagyon, és ilyenkor szokták elkezdeni balúzni őket, igen. Igen. Balázs, neked egyébként a barátnőd szokott valamilyen becenéven hívni téged? Igen, úgy, hogy kicsim, és nagyon viccesen hangzik. És volt egy ilyen időszak, mikor 2-3 évig bekerültem ilyen társaságba, mindenki tökikézte a másikat, hogy tökikém, gyere ide, azt mindenki tökike volt, és akkor kimegy. Mentem, az nagyon tré. Nem, nagyon, borzasztó. Van ez a társaságban, ez az arc. Nekünk ez volt, ez a hé arc. Jaj, ez a arc, meg bátyja, meg gyere, tesó. Szevasz öcsém. Hű, szevasz öcsém. Parítja. Igen. Parítja. Ne trollkodj, kérlek. Gyere, parítja. Lehet, hogy vidéken, annyira vidéken laksz, hogy ott paritjázni szokták egymást. Gyere, igen, paritja bátya, hő. Na az, tényleg ez ilyen kombinált. Aupanya, majd de te tesókom, aztán izé, aj, nagyon nagy arc vagy, te hallod, de hogy de paritjázod az arcodat. És ne kuporodj össze az asztal alatt. Ne létezz, köszi. Igen. Nem, én mindenképpen, tehát nekem az lesz a holnap esti programom, a család elalszik, lefekszik, és igen. És meg fogok frankolni. És én is. A holnap esti programom, hogy a család lefekszik, azt alszik. Ennyi. Család lefekszik, és én is. Igen. De az nem volt benne, csak az, hogy a család fekszik le. Igen. Így van. Hát azt gondoltam, hogy utána történ is fog valami. Tehát Kaveri ilyenkor ilyen, ez amikor az AI beszarik, és tudod, így járnak, így megy a falnak, tudod, de megy a járás animáció, de így a falnak, tudod, tehát így egy helyben. Igen. Milyen izgi programjátok vannak esténként, nem akarsz nélkül meghívni? Én is úgy lefekinnék és aludnék. Vagy mikor a Sims-be ki lehetett annó kapcsolni az egész önálló AI-t, és hogyha nem adtál neki semmi parancsot, akkor csak így dűlöngjed egy helyben. Ez miben van? A Sims-be. Most is ki lehet kapcsolni az és akkor, és akkor megnyomod ugye a hármas sebességet, akkor ilyen ultra gyorsan terik az idő, és akkor nem történik semmi, csak az egy helyben vergődik valaki, tudod? Tehát, full zombi mód.
Ja, tehát, hogy de még nem is mozdul sem erre, csak néha meg a végén meg elkezd vergődni, hogy éhes, aztán meghal. Tehát, hogy... Egy Sims élete, éhes, valahogy velem is így történne. Velem is így történne, ha felgyorsul az idő. De egyébként tudod, kalandjátékos. Látom, ezzel megöltem a beszélgetést. Alexot matra tette teljesen. Velem is ezt történet felgyorsulna az idő. Azt mondja, hogy döngén ezt meg... Vannak ilyen izgalmas esti programok. Azt tudod, ez úgy betalált, ez a mondat. De csak képzeld el, hogy Balázs, érsők meghaltam. De gondold el, hogy így beírod chatra, hogy Pil, mindjárt jövök, és 3 nap múlva meghalsz.